Közel 900 millió forintból honvédelmi sportközpont épül Újfehértón. Üdvözlöm Önöket! Erről is szó lesz mai adásunkban, előbb azonban lássuk további témáinkat. Hiány szakma. Még mindig nincs elég szakács a munkaerőpiacon. Újra látogathatók a bíróságok, egyelőre azonban maradnak a korlátozások. Honvédelmi sportközpont Újfehértón. A jövőben valamennyi járásban épül majd hasonló létesítmény. Egyre több enyhítést jelentenek be az operatív törzs tájékoztatóin a koronavírus járvány okozta leállás után. Az elmúlt hónapok komolyan megviselték a magyar gazdaságot, a vendéglátó szektort érintette a legérzékenyebben ez az időszak. Sokan elvesztették a munkájukat, ezért jelenleg könnyebb szakképzett, tapasztalt szakácsot találni a munkaerőpiacon, mint a korábbi években. Becslések szerint 6-8 hónapra, de akár egy évre is szükség lehet, mire visszaáll a korábbi rendszer. Ennek ellenére most is kevés a szakács Magyarországon, így megyénkben is. Hiány szakma, ugyanis a kollégáknak a száma az ugyanannyi, mint amennyi eddig volt. Talán a koronavírus okozta gazdasági helyzet miatt sokan kilátástalan helyzetbe kerültek a vállalkozásokkal, elbocsájtották a kollégákat, nem tudták, hogy kezeljék ezt a fajta válsághelyzetet vagy gazdasági helyzetet, ami a nyakukba szakadt, és hirtelen felindulásból megszüntettek sok munkavállalói szerződést, illetve most szépen lassan visszaveszegetik a munkavállalókat a kollégák. Tehát számszerűleg nem változott a kérdés, és az sem, hogy hiány szakma vagy nem, igen, hiány szakma. Sokkal könnyebb egyébként munkaerőt találni a munkaerőpiacon, már csak azért is, mert hát sajnos vannak olyan üzletek, akik ebben az évben nem tudtak kinyitni, vagy nem is fognak tudni kinyitni, illetve hát az igazi fekete leves, amelyet mi szoktunk mondani, az a válsághelyzetnek a bezárásával, vagy ennek a vírushelyzetnek a félig-meddig megoldása, egészségügyi megoldásával nem ért véget, ugyanis hát a vendégeknek az elmaradása azért még mindig egy nagyon nagy számot takar, vagy hagy maga után, és a tavalyi évi bázishoz képest most jelenleg egy olyan 35-40%-on áll a szektor, ami azt jelenti, hogy a legoptimistább becslések szerint is 6-8 hónap kell arra, mire visszaáll az eredeti rendszerbe. Én ettől picikét még ettől is óvatosabb vagyok, én azt mondtam, hogy egy 8 és 12 hónap az én számításaim szerint, de legyen igaz az optimistáknak, és álljon vissza minden az eredeti állapotból a november magasságára. Természetesen addig, ameddig vissza nem áll az eredeti bázishoz képest az árbevétel, vissza nem állnak a fizetések, kiegyenlítődnek azok az elmaradt bérek, vagy azok a rendezések, bérrendezések, amelyeket kollégák átcsoportosítottak, vagy éppen átszervezésekkel megoldották, vagy hát amit mindenki vár, hogy érkezzen meg ugyanaz a dömping, amely a magyar turizmust jellemezte január-február magasságában, amikor csúcsokat döntögetett, akkor nagy valószínűséggel újra visszáll majd az a rendszer, amikor igen, a kollégákat nagyon nehéz lesz megtalálni és megtartani, de addig van némi remény arra, hogy egy több oldalú beszélgetést folytatva a kollégákkal, akár mint vállalkozó is tudom mondani, vagy mint egy szakmai szervezetnek a vezetője, hogy leülve a munkavállaló, a munkaadó, az éttermes vagy a szállodás kollégák együtt egy akár több oldali megbeszélést tartva, hogy azt a bértömeget, amely az elmúlt 5 évben rászakadt a vendéglátásra, a turisztikai szereplőkre, a szállodákra, nem biztos, hogy ugyanebben a tempóval lehet emelni, hanem szépen lassan ez a step-by-step állapot legyen, ez a lépcsőről lépcsőre menjünk és harcoljuk végig ugyanazokat a dolgokat, csak sokkal kisebb lépésekkel, mint amelyet megkaptak a vállalkozók a nyakukba. Hát én azt mondom, hogy most jelen pillanatban igen könnyebb munkavállalót találni, de hát nem volt ez így mindig, meg nem is lesz ez így mindig. Úgyhogy én kitartást kívánok mind a két oldalnak, akár a bér megegyezéshez, meg hát ahhoz is, hogy mindenki élje túl ezt a helyzetet, ami így a semmiből jött. Aztán hát meglátjuk, hogy mit fog hozni a jövő, az biztos, hogy az elkövetkezendő 2-3 hónap, amely a szektor előtt áll, az sokkal nehezebb lesz, mint amelyet elhagytunk, vagy itt hagytunk magunk mögött, ugyanis mindenki elindult, vagy legalábbis nagyon sokan elindultak, el tudtak indulni, de viszont az a vendégsereg, amelyet mindenki várt és vár a mai napig, azért ez jócskán alább hagy a tavalyi évi, meg a tavaly előtti bázisnak, és még a várakozásoknak is.
Az, hogy heti szinten mennyit tud bővülni a szektor, ezt a jó idő fogja majd meghatározni, az embereknek a újra fölvett szokásai fogják megváltoztatni, vagy hozzásegíteni ahhoz a szektort, hogy minél gyorsabb léptekkel menjen előre. Ez egy jó kérdés, hogy mennyi szabadsága maradt a kollégáknak, akár a szektoron belül, vagy éppen a vásárlóknak, akik minket használnak, vagy vesznek igénybe. Tehát sok-sok összetevője van ennek, hogy mitől tud minél gyorsabban naprálni ez a dolog, és hogy fog változni a munkaerőhelyzet, a munkaerőpiac szektoron belül. Most jelen pillanatban könnyebb, mint ami tavaly volt. Azt nem mondanám, hogy sokkal könnyebb, de könnyebb a munkaerőpiacon munkaerőt találni. Mi a tapasztalat azzal kapcsolatban, vagy milyen kilátásokat láttok, vagy feltételeztek azzal kapcsolatban, hogy ugye külföldről, illetve a külföldön dolgozó, például szakácsok is egyre nagyobb számban költöztek haza, hogy haladtunk a vírussal kapcsolatban. Ők mikor mehetnek vissza külföldre? Várható-e, hogy visszamennek? Tehát ismét lesz-e jelentős például szakácshiány? Hát erre a kérdésre is az a válaszom, hogy ezt majd a jövő fogja megoldani. Én úgy gondolom, hogy azok a kollégák, akik kintről Nyugat-Európából hazatértek azért, mert ott egyik napról a másikra megszűnt az állásuk, vagy éppen lehetett hallani olyan kollégánkat is, hogy kidobták őket az utcára, és haza kellett menniük, ugyanis féltek a szállásadók az átfertőzöttségtől, vagy a fertőzöttségtől. Ők nem biztos, hogy jó szájízzel fognak visszamenni a kis szeretett szállodájukba, vagy éttermükbe dolgozni. Megpróbálnak nagy valószínűséggel belföldön munkát vállalni majd, de tehát ez is csak a találgatás kategória. Én ismerek olyat is, aki már visszament, meg olyat is, aki nem kíván visszamenni. Úgyhogy ez egy ilyen nálam, bennem az én méréseim szerint, illetve az én érzéseim szerint ez egy ilyen 70% marad, 30% visszamegy és megpróbálja újra a kinti munkavállalást, és megpróbál kint dolgozni, de én úgy látom, hogy most jelen pillanatban úgy látom, hogy a nagyja a külföldön lévő és a szektorunkban lévő munkavállalóknak itthon marad, és itthon próbál meg, vagy a vendéglátásban, vagy más egyéb helyen dolgozni, ugyanis a szektoron belül is nagyon sokan elmentek, és máshol próbálnak szerencsét. Van, aki villanyszerelő mellé ment el dolgozni, valaki az építőiparba talált szerencsét, de legtöbben megpróbálnak azért a szektoron belül maradni. Van-e még olyan része a vendéglátásnak, amit mondjuk a koronavírus okozott, de még nem látjuk, vagy nem találkoztunk vele? Gondolok itt akár arra is, hogy például a nyersanyag, alapanyag árak változtak-e jelentősen, ez hatással lesz például egy elfogyasztott ételnek a díjára, vagy bármi más egyéb? Nagy valószínűséggel az árak azok maradni fognak, legalábbis a kezdeti sok után, amikor fölmentek az árak mindenhol a nagykerekbe, illetve a kiskerekbe is, ez alább hagyni látszik, sőt, mi több visszaálltak az árak a régi kerékvágásba. Ott látom az áremelkedésnek esetleg a növekedését, hogy nagyon sokan felújítottak, nagyon sokan beruháztak, nagyon sokan szintet tudtak lépni a veszélyhelyzet miatt, ugyanis vendéghiány, mindenki elkezdte modernizálni, akinek voltak tartalékai az éttermét, szállodáját, és ez a plusz hozzáadott érték, ez a plusz hozzáadott minőség, javulás, ez eredményezhet magasabb árakat. Nem mondanám, hogy ez akkora árnövekmény lesz, hogy ez elriassza a belföldi vagy a külföldi turistákat a magyar szállodákból vagy éttermekből, de ezt ki lehet jelenteni, hogy egy minőségi szolgáltatásért nagy valószínűséggel emelte árakat kell majd fizetni, ugyanúgy, mint eddig, de tény is való, hogyha olyan árérték arányú növekedés lesz, akkor ez nem fogja befolyásolni a keresletet. Ismét lehet személyesen ügyeket intézni a bíróságokon. Az idézések mellett a szerdai ügyfélsegítő napokon is felkereshetők már az intézmények, viszont mindenkinek be kell tartania a biztonsági előírásokat a koronavírus fertőzés elkerülése érdekében. Veszélyhelyzet, illetve a járványhelyzet ideje alatt, illetve június 2-a előtt a ügyfelek nem léphettek be a bírósági épületekbe, a beadványaikat is kizárólag elektronikus úton, illetve a előtérben elhelyezett beadványládába helyezhették el. A kommunikáció szinte kizárólag elektronikus úton történt. A május 25-i kormányrendeletre tekintette, június 2-ától változtak a szabályok. Ügyfeleinket várjuk ismételten, személyesen intézhetik az ügyeiket a kezelőirodába, illetőleg a szerdai ügyfélsegítő napokon is személyes jelenléttel segítünk a beadványaikat megfogalmazni. Amire szeretném fölhívni a kedves ügyfelek figyelmét, illetve a bírósági épületbe belépők figyelmét, hogy
saját tulajdonú egyéni védőeszköz szükséges magukkal hozni, tehát szájmaszkot vagy kendővel, sállal szükséges a száját, orrot eltakarni, valamint kesztyű viselését is kérjük, illetve amikor belépnek az épületbe, készfertőtlenítő használatára kérjük őket. Szintén a járványhelyzettel van összefüggésben az, hogy kérjük, hogy az épületben tartózkodás ideje alatt, főleg a folyosókon, tárgyaló teremben lehetőség szerint a 2 méteres, 1,5 méteres védőtávolságot igyekezzenek betartani. A ügyfelek, illetve hát a bíróságon dolgozó bírók alkalmazottak védelmét szolgálja az is, hogy aki idézésre, értesítésre érkezik hozzánk, ügyféljogi képviselő, a megjelölt időpont előtt, tehát amikor az idézést, értesítést kapja, azelőtt 20 perccel kezdjük beléptetni az épületbe. Ha úgy van, akkor épületen kívül vagy máshol várakozzon addig, ameddig ezt az időpontot, időszakot el nem éri. Az is szabály, hogy lehetőség szerint mihely akár iratott, tanulmányozott, akár ügyfélsegítő napon véget ért az ő megsegítése, akár tárgyaláson volt, szíveskedjen a lehető legrövidebb útvonalon belül és legrövidebb időn belül az épületet elhagyni, azzal együtt, hogy folyamatosan szükséges, hogy maszk van, illetve kesztyűben legyen. A tárgyaló termekben igyekszünk a védőtávolságokat megtartani. Kérjük, hogyha bíró kollégák felhívják a figyelmet, hogy hátrébb üljenek, hátrébb tartózkodjanak, ne lépjenek olyan közel. Ezt ne vegyék rossz néven, ez az ügyfelek, illetve a bíróságon dolgozók egészségvédelmét szolgálja, de június 2-ától már tarthatóak a hagyományos tárgyalások, előkészítő ülések, nyilvános ülések, meghallgatások, bár ahol van rá lehetőség. Tehát például büntetésvégrehajtási intézetben van valaki, vagy polgári ügyszakban esetleg szeretné hozzájárul, akkor elsősorban elektronikus úton kommunikálnánk, de most már lehetőség van arra, hogy a bírósági épületbe, a tárgyalóterembe személyesen belépve, ott tartózkodva előadhassa a védekezését vagy a kérelmét. Az új szabályozás értelmében a tárgyalások nyilvánossága is változik, ez hogyan? Ez egy speciális szabály, hiszen eljárási törvények megmondják, hogy mikor kell, lehet zárt tárgyalást tartani. Tehát hagyományosan például valakinek a személyiségi joga vagy üzleti titok megóvása érdekében lehet kizárni a nyilvánosságot. Most a járványügyi intézkedések megtartása érdekében a bíróság a tárgyalásról, előkészítő vagy nyilvános ülésről kizárhatja a nyilvánosságot indokolt végzésével. Tehát például itt arra kell gondolni, hogy ugye különböző méretű tárgyalóink vannak, és ugye elsősorban az ügyfelek, a peresfelek, a vádlott, a védő, az ügyész, tehát elsősorban az eljárás résztvevői azok, akiknek kell, illetve lehet biztosítani a személyes jelenlétet. Tehát magyarán, hogyha nem lehetne már megtartani a hallgatóság miatt a védőtávolságot, akkor ennek az indokával ilyen módon a nyilvánosságot a bíróság kizárhatja. De ugye itt indokolni kell, hogy milyen méretű, hányan vesznek részt, és miért nem tudjuk biztosítani azt, hogy bármelyik tárgyaláson a klasszikus eseteket kivéve bárki hallgatóságként részt vegyen a tárgyaláson. Mindeddig fognak tartani ezek a korlátozó vagy védekezéshez kapcsolódó intézkedések, ameddig a veszélyhelyzet meg is szűnik, de a járványhelyzet, illetve az egészségügyi kockázat meg nem szűnik. Én azt gondolom, hogy a ügyfeleknek is az a megnyugtató, a bíróságon dolgozóknak is, hogy maximálisan odafigyelünk arra, hogy senki semmifajta fertőzést, betegséget ne hozzon be az épületbe, illetve ne fertőződhessen meg. Ehhez tartozik az is, hogy tárgyalások között szellőztetünk, fertőtlenítjük a tárgyalótermeket, a ügyféltereket, tehát a folyosókat, kilincseket, mosdókat fokozottan takarítjuk. Közel 900 millió forintból honvédelmi sportközpont épül Újfehértón. A 100%-ban állami finanszírozású beruházáshoz a város a telket és a közműveket biztosítja. A jövő év nyarára elkészülő létesítmény egy 10 állásos, 50 méteres lőtér mellett egy edzőtermet, egy tornatermet, egy tantermet és egy közösségi teret is magában foglal majd. A kormány döntése alapján a jövőben valamennyi járásban épül majd honvédelmi sportközpont. A lőterekkel is rendelkező multifunkcionális szabadidős sportlétesítmények, közösségi programok, küzdősportok, általános képességfejlesztő foglalkozások, valamint elméleti képzések megtartására lesznek alkalmasak. A cél az, hogy a sportközpontokban állandó összetartó közösségek alakuljanak ki.
Az első honvédelmi sportközpont alapkövét február végén Balassagyarmaton rakták le, másodikként pedig pénteken Újfehértón indult el az első ünnepélyes lépéssel a beruházás. Régóta van egy ilyen típusú társadalmi igény. Elsősorban a fiatalok aktivitása vezetett minket arra, hogy fontos, hogy adjunk lehetőséget a fiataloknak honvédelmi típusú sportágak gyakorlására szervezett, fegyelmezett, szabályozott keretek között. A honvédelmi sportközpontok egykoron, mint régen az MHS hasonló típusú tevékenységgel szeretne majd működni. Ugye ezért hoztuk létre a Honvédelmi Sportszövetséget is, köztecsületként működik. Most már több mint 220 tagszervezetünk van, bővülő létszámmal. Itt alapvetően a sportlövészet, a küzdősportok, a technikai sportoknak a gyakorlására szeretnénk lehetőséget és méltó körülményeket biztosítani. Mi a tapasztalat? Egyébként minden sportág igyekszik megszólítani a fiatalokat. Milyen igény van a fiatalok körében az ilyen jellegű sporttevékenység iránt? Ahány fiatal, annyiféle, az biztos, hogy egy új nemzedék növekszik már föl. Itt most már a tudomány arról beszél, hogy alfa nemzedék születik, ugye 2010 után születettek esetében. Az biztos, hogy a fiataljainknak nagyon fejlett ma már a technika, a technológiának köszönhetően, az oktatási rendszernek köszönhetően a digitális kompetenciájuk, vagy képességük, okos eszközök használatára vonatkozó képességük. De emellett szerintem fontos, hogy a szívüket is formájuk alakítsuk, a hazaszeretet érzését alakítsuk ki bennük. És az ilyen típusú tevékenység, amely egyfajta fizikai tevékenység is, meg egyfajta szellemiség továbbvitele is, helyes értékrend kialakítása, a nemzethez való kötődésnek az erősítése, ezek mind-mind alkalmas lehetőséget és teret teremtenek és nyújtanak a fiatalok számára a honvédelmi sportközpontok falain belül. Milyen ütemezésben történik a sportközpontok építése? Ugye három ütemre osztottuk, és valóban az a kormányzat törekvés és szándék, hogy valamennyi járásban legyen ilyen honvédelmi sportközpont. Az első ütemben 40 helyszínt jelöltünk ki, azon belül is az első 5 helyszínnél most megtörténik az alapkületétel, megtörtént a beruházás időségnek köszönhetően a közbeszerzési eljárás, megtörtént a szerződés megkötése, tehát kezdődhet a munka, az engedélyek rendelkezésének többé-kevésbé, és a második és harmadik ütem ezt követően fog megtörténni. Nyilván menet közben igyekszünk mi is a kellő tapasztalatokat összegezni, és hogyha bármilyen módosításra van szükség, akkor ezt megtenni, de azt hiszem, hogy világos és egyértelmű a törekvés és a szándék. Ez egy szép és nemes dolog, és egy fontos ügy. Nyilván vannak olyan fiatalok, akiket más érdekel, de nagyon sok fiatal pedig ilyen típusú tevékenység is érdekel, hála Istennek, és szerintem a kormány részéről fontos, hogy a lehetőséget teremtsük meg a fiatalok számára. Újfehértől a második helyszínen, ahol lerakták az alapkövet, minek köszönheti a dobogós jelzést a város? Egy pici szubjektivitást ebbe azért belevittünk, hiszen én elsőként szerettem volna itt letenni, de aztán máshogy alakult. Balassagyarmat volt az első helyszín, de ez is egy szép dolog. Én is vidékről származom, ezen a környéken születtem, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vagyok én is. Rokonaim élnek itt a környéken. Itt mindig szorgalmas és tisztességes emberek éltek, szeretik a szülőföldet, szeretik a szűkebb pártjaikat. Ráadásul a Magyar Honvédség katonai állományát is én megnéztem még miniszterként, gyakorlatilag kétharmad részben Kelet-Magyarországról származnak a katonák, tehát erről a vidékről. Fontos, hogy ez a beruházás itt minél előbb megvalósulhasson, és új, tehát itt is hitet tehetnek a fiatalok a hazavédelmének nemes ügye iránt, egyfajta honvédelmi előképzésre is lehetőséget nyújt mindez. Tehát, de természetesen nem teszünk hátrányos megkülönböztetés senkivel sem szemben, haladunk tovább, megyünk Bajára, Szigetvárra, Szarvasra és máshova is. Hiszen valóban az a nagy cél, hogy minden járásban legyenek ilyen lehetőségek és ilyen honvédelmi sportközpontok. A város polgármestere szerint a sportközpont új lehetőségeket nyit meg az Újfehértón már tradicionálisnak számító sportágok képviselői, valamint a lövészet iránt érdeklődők előtt. Polgármester úr, milyen lehetőséget nyit meg, és milyen plusz tud majd adni az itt élők és a régióban élők számára ez a sportközpont? A fiataloknak egy olyan lehetőségük lesz a honvédelmi nevelésre, illetve a küzdősportok elsajátítására, ami eddig nem volt meg a városban. Itt a majd a megépülő honvédelmi sportközpontban erre sok lehetőségük lesz. Bízom benne, hogy élni is fognak vele, hisz Újfehértón a küzdősportoknak komoly hagyománya van. Ugye a Kempo Egyesületünk az úgymond világhírű, vannak tékvandó szakosztályaink is, tehát bízunk benne, hogy minél több küzdősport már üvző gyerek fog itt tudni dolgozni, illetve további gyerekeket fogja ez ide csábítani. Valamint ugye lesz egy 10 állásos lőtér, amely a kispuska és pisztoly használatára fogja megtanítani a fiatalokat, vagy akit érdekel, és ez is egy kulturális szórakozás lehetőség lesz majd nekik. Mekkora összegből valósul meg a beruházás, és mikor kezdődik a kivitelezés, és tervek szerint mikor fejeződik be? A beruházás értéke közel 900 millió forint. A kivitelezés már elkezdődött, hisz látszik, hogy a földmunkálatok már megkezdődtek. Jövő héten már a komolyabb munkák is elindulnak, és a kivitelezők tervei szerint jövő nyáron át tudjuk adni az épületet. Bízom benne, hogy az országban először.
kiállja a költségeket, mivel kellett hozzájárulni az önkormányzatnak a beruházáshoz? Állami beruházás, tehát a költségek jelentős részét az állam állja, nekünk a közműveket kellett biztosítani, illetve az útcsatlakozást, ami mögöttünk látható, nekünk együtt kellett biztosítani, szerencsére ez nem került nagy kiadásába az önkormányzatnak. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy régi vágyuk valósul meg a sportközpont létrejöttével. 31 néhány program valósult meg 2010 óta Újfehértó városában. Rengeteg adóságot törlesztettünk ilyen formán. Gondolok itt a város főutcájának a felújítására, szennyvízprogram, település központ, rehabilitáció és számtalan egyéb olyan beruházás, ami a településen az élet színvonalat egy kicsit jobbá teszi. Most ez a beruházás, a Honvédelmi Sportközpont, ami közel 900 milliós beruházás, ez egy régi tervünk, mert hogy Újfehértón itt a hazafias nevelésnek és a honvédelmi nevelésnek egy központja van Isten igazából, hiszen ezek a fiatalok, akik itt élnek, mindig is a harcművészetet magas színvonalon művelték, máskülönben pedig, ha a honvédségre gondolok, akkor a tartalékos haderőnek oszlopos tagjai vannak itt, élnek itt Újfehértón. Úgyhogy ezért is, és a környező városok vonzásképessége miatt is, gondolok Nyíregyháza, Debrecen, fontos létesítmény ez a Honvédelmi Sportközpont, ahol a küzdő sportok otthonra fognak találni. Reméljük, hogy jövőre felavathatjuk ezt a szép létesítményt, és lehetőségünk lesz a hozzá vezető út felújítására is. Említett három olyan beruházást, amelyről már döntés született itt Újfehértón, melyek ezek? Bölcsőde fog bővülni reményeink szerint 500 millió forint értékben, 510 millió forint értékben hűtőkapacitás, hűtőház kialakítása történik meg, ahol a termelők vihetik majd be a termékeiket, gyümölcseiket, zöldségeiket, és a harmadik pedig a belvíz program folytatása lesz. Az első programot, az első szakaszt lezártuk ugye Újfehértón, most ez 162 millió forintból újabb belvíz gócpont mentesítése fog megtörténni. Ez összesen 1 milliárd 172 millió forint. Köszönjük a figyelmet, 35 perc című műsorunkkal legközelebb jövő héten hétfőn találkozhatnak. Addig is további szép estét és kellemes televíziózást kívánunk.